Sziasztok! Ma egy különleges vendégünk van, aki nem más, mint Lupi! Ez egy kutya intelligencia teszt lesz, amiben meglátjuk, ahogy ti is, hogy milyen intelligens Lupika. Na kezdjük! Az első feladat az lesz, hogy a kutyusnak ennyien rádobjuk a fejére a törölközőt, és hogyha 5 másodpercen belül kiszabadul, akkor megkapja az 5 pontszámot. De hogyha 10 másodpercen belül szabadul ki, akkor 4. És ez így csökkennek a pontszámok is. Gyere ide! Na. Na. Kutyú! Szabadulj már ki! Jó, meg volt az 5 másodperc, megkapja az 5 pontot. Juti Fali! Kettő. Jó, messzere. A második feladat arról fog szólni, hogy egy törölköző alá oda tesszük Lupika jutalomfattyát. Látod, Lupi? Látod? Itt lesz, jó? A biztonság kedvéért még egyszer megmutatom neki. Látod? Lupi? Itt van, jó? Na most ezzel ki kell vegye. Vedd ki! Vedd ki! Nézd, szimatolod? Nézd! Hát van itt valami. Valami. Megérezte. Vagy inkább látta. Jó van. 0 pont. Előzője 5, ezért 0. Nem kapod meg a jutalomforratot. A harmadik feladat arról fog szólni, hogy Lupika kis jutalomfattyát, látod, a középső pohár alá betesszük. Látod, itt van. És most ki kell vinni őt egy fél percre. A kutyus bejött, és most akkor... És most akkor, amelyik pohárhoz leghamarabb oda megy, azt fogja. Menj oda a poharakhoz! Nem abban van. Mutasd. Ebbe van, látod? Ebbe van, gyere ide hozzá. Hát én nem kapom meg a 10 pontot. Maximum 2-t. Vagy 3-at. 3 pont. Végül is másodjára meg, majdnem oda mentél. Az utolsó feladat az lesz, hogy a hámját és a pórázát elő fogjuk venni Lupikának, és akkor meglátjuk, mekkora izgalomba fog jönni. Na, megyünk sétálni. Lupi, sétál, jössz. Lupikám, drágaságom, ezért csak 3 pont jár, de már megvan 10 pontod. Vagy 11. Nem. Összesítve az első feladatban megkapott 5 pontot, mivel rendesen ki tudott szabadulni a törölköző alól. A második feladatban nem kapott pontot, a harmadik feladatban kapott 3-at, a negyedik feladatban most kapott 3-at. Tehát akkor az összesítve 11. 9-től 12 pontig vannak a intelligencia tesztben a kutyák, és abban a pontban 9-től 12-ig van. Ez a kis szörmók pedig elérte a 11-et. Tehát ő egy átlagos kutyának számít. Remélem tetszett a videó. Sziasztok!